Építkezik, felújít, a kertet tenné rendbe. Ezekhez nincs szüksége drága gépek vásárlására. Kölcsönözzön kis és nagy építőipari gépeket, kerti és háztartási gépeket, állványokat, valamint utánfutókat kedvező áron a Halas Gép Kölcsönzőben. Szezonális gépekkel és akciókkal várunk mindenkit. Halas Gép Kölcsönző. Kiskunhalas, Széchenyi utca 83. Megemlékezés a halasi csata áldozatairól, dr. Téglás Péter elevenítette fel az eseményeket. Önfeláldozásuk példa lehet minden magyar embernek, az aradi vértanúk emlékművénél koszorúztak az emlékezők. Megelégelték a gyorshajtást, az átmenő forgalmat, figyelmeztető táblákat tettek ki az utcára a felsővárosi lakóközösségek. Segítettek a környezetvédők, a kiszáradt tómederben szedték a szemetet a zöld közösségért aktivistái. Köszöntöm Önöket, szerdai hír összefoglalónkat látják, tartsanak velünk! A város nem feledi az 1703-as halasi csatát. Tegnap késő délután a városi megemlékezésen a Kossuth utcai kuruc szobornál a Sziládi Gimnázium diákjai adtak műsort. Dr. Téglás Péter nyugalmazott vezető ügyész mondott beszédet. Az ünnepség koszorúzással zárult. Az 1703-as halasi csata emlékére szólt az ének. A városi ünnepségre a Szilárdjáról református gimnázium diákjai készültek műsorral. Jaj, régi szép magyar nép, az ellenség, téged miképp szaggat, és tép. 318 évvel ezelőtt a Rákóczi szabadságharc kezdőévében, a Habsburg hatalom ellen vívott szabadságharc idején a Halas határában tábort vert, kurucokon ütött rajta a császárság oldalán álló rácok serege. Dr. Téglás Péter idézte fel beszédében a történteket. Rendkívül véres, viszonylag gyors lefolyású csata kezdődött, amelynek az eredménye az lett, hogy a meglepett kurucok menekülni kezdtek, csapott papot hátrahagyva Kecskemétre menekültek, és a rácok pedig, hát ugye a várost kifosztva, a Duna irányába elvonultak. Maga a csata napja 5-én volt, ezt egyébként a magyar ezredes kapitány Deák Ferenc, aki nem összetévesztendő a haza bölcsével, egy későbbi jelentésében vissza is igazolta, hogy október 5-én történt az összecsapás, és hát jelentős veszteséget szenvedtek, de ők maguk sem tudták megmondani a veszteségnek a nagyságát, és üzengettek Kiskunhalasra, hogy az itt hagyott fegyverzetet, lovakat és egyéb javakat legyenek szívesek Kecskemétre utánuk küldeni. Téglás Péter arra is kitért, hogy a város lakossága hogyan viszonyult ehhez a csatához. Fölmerül a kérdés, hogy mindeközben, ez az elkeseredett csata közben mit csináltak a halasiak? A halasiak nagyon bölcsen nem csináltak semmit. Föltételezem, hogy az ablakréseken és az ajtóréseken keresztül lesték, hogy milyen irányban dől el a csata, és kérdés nem lehet, tehát föl nem merülhet a kérdés, hogy a szimpátiájuk kit illetett. Nyilvánvaló, hogy a kurucokat illette. Egyébként a császáriak azzal is tisztában voltak, hogy a halasiak zöme föl van fegyverkezve, de józan megfontolásból nem avatkoztak be a csatába. Föltehető egyébként, hogy az utána következő temetés, tömegsírt a halasiak ásták ki. A halasiak emlékezete megőrizte ezt az eseményt. A tisztelet jeleként a csatában elesett 234 kuruc és rác katona emlékére emelték a búsuló kuruc szobrot 1904-ben.
Tiszteletüket most a 318. évfordulón is sokan lerótták. Elsőként a városvezetés nevében Kuris István László alpolgármester helyezett el koszorút, majd a különböző pártok, szervezetek, intézmények képviselői és magánszemélyek tettek koszorút, virágot vagy mécseseket az egykori harcosok nyughelyéhez. Az aradi vértanúk hősiessége és önfeláldozása példaként szolgálhat minden ma élő magyar embernek. Többek között ez hangzott el a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda október 6-i emlékező műsorában. A Nemzeti Gyásznapon Makai Imre történelemtanár mondott beszédet a Torma János Múzeumban. Koszorúzással kezdődött Kiskunhalason az október 6-ai megemlékezés. Az eredeti tervek szerint a sétáló utcai emléktáblánál zajlott volna az egész esemény, ám ezt az időjárást lehetetlenné tette, így a koszorúk és mécsesek elhelyezését követően a jelenlévők közösen vonultak át a Torma János Múzeumba. Közös eléneklését követően az Aradi Vértanúk című festmény előtt adtak műsort a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákjai. 1848. márciusában egy lánglelkű forradalmi költővel megesküdtünk, hogy rabok, tovább nem leszünk. Áprilisban megalakult az első független magyar kormány. Batthyány Lajos lett a miniszterelnök. A császári csapatok megtámadták hazánkat, hogy elvegyék tőlünk a függetlenségünket. A márciusi ifjak által elképzelt törekvések egy év elteltével még bámulatos katonai hadivállalkozásokat hoztak. 49. augusztusára azonban az ország 9/10 része került az ellenség kezére. A magyar seregek nem bírtak a háromszoros túlerővel szemben az orosz cár által megsekített osztrák császári csapatokkal. Emlékező beszédet ebben az évben Makai Imre történelemtanár mondott, szót ejtett az aradi vértanúkról és az október 6-ai gyásznapról is. Ma már jól tudjuk, hogy az aradi vértanúk nem 13-an, hanem 16-an voltak. 1849. augusztus 22-én Ormai Affenberg Norbert ezredest felakasztották, Kazinczy Lajos ezredest október 5-én lőtték főbe, és 1850. február 19-én kivégezték Ludwig Hank, bécsi hírlapírót. A megtorlás során közel 120 embert végeztek ki, köztük Perényi Zsigmond házelnököt, Szacsvai Imrét az országgyűlés jegyzőjét, és Csányi László kormánybiztost. Az udvar semmit sem bízott a véletlenre, következetesen járt el a forradalomban részt vett katonákkal és tisztekkel szemben is. Értékelésük szerint a legsúlyosabb bűnt azok a tisztek követték el, akik korábban a császári és királyi seregben szolgáltak. Büntetésük minden esetben halál. A pedagógus szerint a mai kor emberének komoly példával szolgálhat az aradi vértanúk önfeláldozása. Mi emlékezők itt Kiskunhalason és bárhol a nagy világban, áldozatokat látva merítsünk erőt az aradi vértanúk hazáért, embertársaikért hozott áldozatából. Szolgáljon példaként emberi nagyságuk, hiszen csak is ezáltal maradhat meg a nemzet hite önmagában, így maradhat meg életereje, bizakodása, így maradhatunk meg mi magyarok. A megemlékezés végén a Torma János Múzeumban is virágokat, koszorúkat helyeztek el a jelenlévők. Az eső nem jelentett akadályt, a rossz idő ellenére is 43 donor vett részt a ma délelőtti halasi véradáson a közösségek házában. A fiatalokra sem lehet panasz, hiszen a napokban a Dékáni Árpád Technikumban 27 fő jelentkezett a kihelyezett véradásra. A többi középiskolában a tervek szerint tavasszal szerveznek véradást. E hét pénteken a halasi tűzoltóságra települnek ki az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt munkatársai, november első szerdáján pedig ismét a közösségek házában lesz lehetőség majd vért adni. Még az eső előtt összeszedték a szemetet. Az elmúlt hónapok szárassága jól meglátszódott a volt Jókai utcai szeméttelep helyén lévő időszakos vízjárt a területen. A tó szinte teljesen kiszáradt és előbukkantak a medrében lévő szemétkupacok.
A Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület tagjai most kihasználva a szárazságot, összeszedték a hulladékot, az aktivisták kiszedték az iszapból a betondarabokat is, és az egyéb szennyező anyagokat. Az elszállításban a Halasi Városgazda ZRT volt a környezetvédők segítője. A tó a vonuló madarak kedvenc pihenőhelye. Az elmúlt időszakban több olyan ritka madár is megjelent itt, amely országos viszonylatban is kuriózumnak számít. Megelégelték a száguldozást, az indokolatlan áthajtást. A Vörösmarty utcában és az annak környékén élők azt szeretnék, ha minden közlekedő betartaná a lakó-pihenő övezetre vonatkozó szabályokat. Éppen ezért nagyméretű táblákat helyeztek ki, hogy erre még jobban felhívják a figyelmet. Az ötlet Szarvasról származik, ott már régebb óta alkalmazzák a lakóközösségek ezt a megerősített figyelemfelhívást. Itt vagyunk a Felsővárosban, a Vörösmarty utca egyik szakaszának az elején. Ha ide nézünk, akkor látjuk, hogy mindezt a területet lakó-pihenő övezetté nyilvánították. Erre egy szabványos kressz tábla figyelmeztet, kék alapon fehér piktogramokkal. Néhány napja azonban egy kiegészítő tábla is erre az oszlopra került. Ez szintén azt jelzi mindenkinek, hogy lakó-pihenő övezetbe érkezett. Itt lassan, maximum 20 km/h lehet haladni. A jobb kész szabály van életben, illetve bárhol, bármikor gyalogosokat találhatunk az úttesten. Hunyadi Péter önkormányzati képviselő azt mondja, hogy a lakosok keresték meg ezzel a problémával, és ezt követően egy lakossági összefogásnak köszönhetően kerülhettek ki a táblák. A lakossági panaszok nagy része a közlekedéssel kapcsolatos Kiskunhalason. Egyrészt a közlekedési kultúra, másrészt a közlekedési kultúra hiánya, sok-sok gond forrása, és ebből sokaltak be itt az helyi lakosok, a Vörösmarty utca, Bajza és Kölcsey utca közötti szakasz lakói, és közös elhatározásból, saját finanszírozással, a önkormányzat, illetve a ZRT segítségével ezt a táblát idehozták, amely a lakó-pihenő övezet, egyébként eléggé tartalmas és a jogszabályban hosszasan kifejtett szabályrendszernek egy nagyon-nagyon rövidített és lényeges a pontokat kiemelő vázlata. Én kérem a tisztelt lakókat és erre közlekedőket, hogy egyrészt vegyék figyelembe a lakó-pihenővezetre vonatkozó szabályokat, elsősorban például a gyorshajtás a legfontosabb probléma, a jobbkész szabály betartása és sok más szabály, amelyet kérem tiszteletbe tartani. Hunyadi Péter képviselő egyben arra kéri a rendőrséget, végezzenek ellenőrzéseket a lakó-pihenő övezetben. Éppen a szabályok sorozatos áthágása miatt van erre szükség. A közeli Kisfaludi utca lakói is megelégelték a nagy átmenő forgalmat és a gyors hajtásokat. Ott fekvő rendőrök kihelyezését szorgalmazták. A sebességkorlátozás, illetve az átmenő sebességkorlátozás betartatása, a nagy sebesség akadályozása fekvőrendőrrel, másrészt nagyon-nagyon zavarja a lakókat, hogy a jelzőlámpa megkerülésére használják egy kerülőútvonalnak, ami a lakó-pihenővezet jogszabálya kifejezetten tiltja az átmenő forgalmat. A lakó-pihenővezetben a helyben lakók, illetve a célforgalom engedélyezett a sebességkorlátozás és a többi jogszabály betartásával, és ennek ezzel nem tudnak más megoldást találni, mint hogy próbálják akadályozni egyrészt a nagysebességi közlekedést, másrészt, hogy ne legyen érdemes arra menni, és ennek az eszköze lenne 3 darab fekvőrendőr, amelynek a kivitelezése folyamatban van. Halasi Civil Fórum. Tegnap délután sok hasznos információt kaptak a civil szervezetek, egyesületek, intézmények képviselői a Végkúriában tartott rendezvényen. Több témakört is érintettek a fórumot tartó szakemberek. Szó volt például a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatairól, azok elszámolásáról, beszámolóiról, illetve a civil területet érintő aktualitásokról. A fórumon a jelenlévő civilek is feltették kérdéseiket. A civil szervezeteknek érdemes figyelniük a különböző pályázati lehetőségeket, hiszen így módon támogatást szerezhetnek a fejlesztéseikhez, működésükhöz vagy a rendezvényeikhez. Megkezdődött a rókák veszettség elleni vakcinázása, ezért ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe az érintett térségekben, adta közzé a Nébih. A repülőgépes vakcinázás október 2-a és 16-a között zajlik hazánk déli és keleti megyéiben. Az immunizálás során a vakcina tartalmú csalétkeket kis repülőgépekről juttatják ki a területre, ez azonban a lakott, sűrűn beépített övezeteket nem érinti.
az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről, valamint az egyes területekre vonatkozó pontos időpontokról az illetékes járási állategészségügyi hivatal, valamint a települési önkormányzat hirdető táblákon tájékoztatja a lakosságot, a külterületeken elhelyezett plakátok pedig a kirándulókat figyelmeztetik. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Megemlékezés a halasi csata áldozatairól, dr. Téglás Péter elevenítette fel az eseményeket. Önfeláldozásuk példa lehet minden magyar embernek, az aradi vértanúk emlékművénél koszorúztak az emlékezők. Megelégelték a gyorshajtást, az átmenő forgalmat, figyelmeztető táblákat tettek ki az utcára a felsővárosi lakóközösségek. Segítettek a környezetvédők, a kiszáradt tómederben szedték a szemetet a zöld közösségért aktivistái. A folytatásban az időjárási előrejelzés, valamint a napi mozaik lesz látható és hallható. A mozaikban további részleteket mutatunk az október 6-i megemlékezésről. Friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Szép estét, viszontlátásra!